Becsengettek ma a kultúrcseppnek is. Iskolába hívjuk nézőinket, feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket sokszor megfogalmazunk, ha olyan fiatalokat látunk, akik okostelefonjaik üzeneteit olvasgatják. Hogyan lehet meggyőzni az irodalom fontosságáról azt a generációt, amelynek ilyen fontos ez az eszköz? Miben tud segíteni ebben az iskola? Milyen lehetőségei vannak egy irodalomtanárnak? Kortárs vagy klasszikus? Hogyan lehet mindkettő? Miként lehet élmény az irodalom az iskolában? Az emberek kétségbe vannak esve, mármint a ma felnőtt generációi, tehát a 20-30-40-50 évesek, hogy úristen, látják, hogy a mai tizenévesek nem lapoznak könyveket, nem olvasnak könyveket, nem foglalkoznak ugyanúgy az irodalommal, mint ahogy ők foglalkoztak, tehát az előző generációk. És ez elkeserít bennünket. Minél idősebbek vagyunk, engem rettenetesen elkeserít. Azonban valahogy meg kell menteni a helyzetet, én azt hiszem. Tehát én nem vagyok pesszimista, de nagyon optimista sem tudok lenni, de azért alapvetően mégiscsak inkább derűsen szeretem szemlélni a világot, és hiszek abban, hogy úgy tűnik, hogy a mai gyerekek ugyan kevesebbet olvasnak könyvet, szép irodalmat, mint az előző generációk olvastak, de ugyanannyi betűt használnak az életükben, sőt, betűfelhasználóként jobbak, mint mi voltunk, hiszen egész nap csetelnek, egész nap telefonálnak, szóban is használják a nyelvet, nagyon változatos nyelvi formákat találnak ki, új diáknyelvtípusokat, rétegnyelvtípusokat találnak ki, tehát nagyon gazdag a nyelvi jelkészlete a mai ifjúságnak, úgyhogy most már csak abban kéne valahogy megegyezni velük, hogy ezt a jelkészletet, ezt a szép irodalomnak a dekódolására, megértésére is fordítsák. Tehát, hogyha a diáknak az irodalom képe és a pedagógusnak az irodalom képe különbözik egymástól, irodalom szemlélete a felnőtt világnak és a diákvilágnak, akkor van baj. Akkor nézzünk szét a világban mi tanárok, hogy úristen, mi lesz ebből. De mondom, értelmes és okos kompromisszumokkal szerintem megmenthető az irodalom a jövő nemzedékek számára. Én a magam szempontjából erre az élmény kategóriáját próbáltam meg kitalálni, és próbáltam meg körüljárni. Kétféle tapasztalatom van az oktatással kapcsolatban, az irodalom oktatással kapcsolatban. Az egyik fajta tapasztalatom szülőként, és a másik olyan egyetemi oktatóként, aki évről évre járja az ország iskoláit első fokozati tanári vizsgák kapcsán. Na most ezeknek a tapasztalatoknak a függvényében követem tulajdonképpen ezt a folyamatot. Röviden azt lehetne mondani erről, hogy az utóbbi 20-30 évben volt egy jelentős változás az irodalomoktatásban. Az irodalomtörténeti jellegű ismeretcentrikus oktatás helyét átvette egy úgynevezett kompetencia alapú és hát mondjuk így műfaj centrikus oktatás. Ez egy fontos kísérlet volt, abból a tapasztalatból indult ki, hogy egyszerűen az irodalom történetnek nem érünk a végére. Tehát, hogyha a régi irodalomtól napjaink fele haladunk, akkor lehet, hogy valahova Radnóti Miklósig megérkezünk az irodalom történetben. És hát ez sok szempontból problematikus volt. Azt kell mondanom, hogy most újra zajlik egy megújulási folyamat, idén készülnek új hetedikes tankönyvek, miután ötödikben és hatodikban már elkészült egy-egy új tankönyv, tehát várhatóan ez fog elérni a középiskoláig is, és azt remélem, hogy lévén, hogy a gyerekek eszközhasználata világa az utóbbi 10 évben nagyon-nagyon radikálisan átalakult. Muszáj valamit az oktatás szintjén is lépni, hogy ehhez alkalmazkodni tudjunk. Szerintem nagyon fontos az, hogy a gyerekeket arra ösztönözzék, hogy érdekesebb témákban, tehát akár a világ kérdéseit megvizsgálva is fogalmazásokat, akár novellákat írjanak, hogy ugye belegondoljanak abba, hogy
mi is az az egész kép, amit irodalomnak nevezünk mi, hogy megtapasztalják, hogy milyen is prózában és ugye lírában is dolgozni. Viszont szerintem azért van egy másik fele is ennek, tehát hogy jó az, hogy vannak ilyen olvasmányok is, hiszen vannak olyan történelmi könyvek, amik egy adott kor eseményeit írják le, és ezekből pedig tanulhatunk a múltunkról, és hogy hogyan kerültünk ide a jelenbe. Valahogy minden irodalmi alkotás egy új világ felé nyit utat, és egyfajta kikapcsolódást is nyújt főleg számomra, és tágasabb látókört az egész világra tulajdonképpen. Legutóbb Márai Sándortól olvastam egy regényt, az Igazit. A tantárgy versenyre készültünk, és akkor amiatt olvastam el, de nekem hihetetlenül tetszett, tehát annyira izgalmas volt a nézőpontváltás, illetve a maga történet is, hogy megfogott. Én úgy gondolom, hogy az irodalomnak hihetetlenül erős személyiségformáló hatása van, és itt nem csak egy kreatív gondolkodás kialakítására gondolok, hanem egy megfelelő értékrend kialakítására, megítélő képesség, úgymond kifejlesztésére is, és szerintem ezek olyan pozitívumok, amik mellett nem kéne senkinek elmennie, és mindenkinek figyelembe kéne vennie, úgy szülőknek, akik mondjuk esti mesét olvasnak, úgy fiataloknak, akik könyvet vesznek a kezükbe. Én a klasszikusok megszállottja vagyok. Ugye most Tolstojtól jutott eszembe az Anna Karenina, az volt talán az első olyan könyvem, amit sikerült kiolvasnom. Annak ellenére, hogy sokan mondták, hogy hát a klasszikusok talán unalmasak, meg fásult írással vannak, hogy nem érdekes. Én nagyon otthon érzem magam ebben az ágban is, hogy elmélyedjem. Az, hogy a kortárs vagy a klasszikus irodalmat tanítsuk inkább, az ahhoz meg kell tudnunk válaszolni egy kérdést, és pedig azt, hogy miért tanítunk irodalmat. Hogyha mi ismereteket akarunk tanítani, akkor nyilván, hogy mármint úgy értem irodalomtörténeti ismereteket, akkor valószínűleg a klasszikusok fele billenne a mérleg, hiszen a kortársakról ugye még nem tudjuk, hogy mennyire értékesek, mi lesz a szerepük majd a magyar kultúrában. Viszont az én álláspontom az, hogy az ismeretcentrikus oktatás egy olyan korszakban, amikor a gyerekek az ismereteiket nem csak a tanároktól, nem csak az iskolában szerzik be, hanem esetleg miközben beszél egy tanár, már ki tudna keresni valamilyen plusz információt egy bizonyos eszközről. Nem hiszem, hogy az ismeretcentrikus megközelítés volna a lényeg. És akkor én ennek a helyébe az élménycentrikus megközelítést állítanám, ami arról szól, hogy az irodalomhoz való viszonyt kell kialakítanunk, azt, hogy a gyerek önállóan is a saját olvasmányait tudja alakítani, értelmezni tudjon szövegeket, különféle poétikákkal, szövegtípusokkal találkozzon. És ha így közelítjük meg, akkor azt gondolom, hogy a kortárs irodalomról nem lehet lemondani, már csak azért sem, mert a klasszikusok élményanyagban, nyelvi szinten egyre távolabb kerülnek a mostani középiskolásoktól. Tehát a cél továbbra is az volna, azt gondolom, hogy minden gyerek tudja elolvasni Jókaitól a Kőszívű ember fiait és a Légy jó, mint haláligot, és az összes magyar klasszikust, de ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz szükség van a kortárs irodalomra. Tehát akkor lesz élményük, akkor tudnak azonosulni hősökkel, akkor alakul ki a gyerekeknek a nyelvi kompetenciájuk, ha előtte sok kortárs, akár populáris irodalomból származó szöveget is olvasnak, főleg a kisebb osztályokra gondolok itt. Azt hiszem, hogy az irodalom tanításának a legélesebb vitája folyik
pontosan ebben a témában, klasszikus művek kellenek egyáltalán, milyen arányban kellenek, kortárs művek hogyan kerüljenek be az irodalom tanításnak, vagy mondjuk az iskolában megélt, vagy iskolai helyzetben megélt irodalomnak a közegébe. És én úgy látom, hogy erősebbek azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy ezzel a sok úcskasággal, vagy hogy ezzel a sok avit nyelvű gyerekek számára érthetetlen szöveggel ideje lenne szakítani. Egészen olyan szintig, nem hivatalos javaslatként tulajdonképpen sajtóban hangzott el olyan vélemény, hogy ezeknek a gyerekeknek a Facebook a szövegviláguk, az SMS a szövegviláguk, és akkor azzal lehetne őket visszacsalogatni, hogyha elsősorban ezt a szövegvilágot tárnánk eléjük. Nekünk az a tapasztalatunk, különben egy kolléganőm fölmérés is készített erről, hogy a gyerekek, hogyha nem eleve azzal az előítélettel közelítünk a klasszikus szövegekhez, hogy igen, tudjuk, ezt kötelező megtanítani, na gyertek, essünk túl rajtuk, hanem úgy próbáljuk megközelíteni, mint egy olyan világot, amely valódi kérdéseket tesz föl nekünk, amely alkalomattán a mi kérdéseinkre tud válaszolni, akkor nem riadnak el tőle. Pár napja volt különben olyan tapasztalatom éppen a sokat szidott köszívő ember fiaival kapcsolatosan. Én ezt szoktam olvastatni különösen olyan osztályokban, amelyeknél úgy látom, hogy gazdag szókincsel, jó kedvel olvasnak. Tehát egy 11-es diák jött, valamilyen könyvet kért, és ott beszélgettünk, és mondta, jaj, ő mennyire szerette a közszívő ember fiait. Tulajdonképpen eléggé meg vagyok elégedve, mivel én úgy próbálom felfogni a kötelező olvasmányokat, hogy én azokat magaméről olvasom, és pont most egy konkrét példa, írtunk dolgozatot magyarból, a közszívő ember fiait kaptam, és sokan nem kedvelték azt a könyvet, mert hát egy történelmi regény, meg egybefolyik egy szerelmi szállal, de én nagyon kedveltem, mert váratlan fordulatok voltak, titkok, és én azt nagyon élveztem, és úgy próbáltam felfogni, hogy én ezt magamért olvasom, én ezt nem azért olvasom, hogy ezért most jó jegyet kapjak, és tulajdonképpen amit hiányolok az, hogy nagyon sokan ismerik Petőfit, ismerik Arany János, de szerintem azért más írók, más költők életéről is tanulhatnánk, mert az is nagyon érdekes, hogy mi késztette őket arra, hogy írjanak, esetleg ők milyen hiányt éreztek. Én nagyon kedvelem Márai Sándort, nagyon-nagyon szeretem őt, mert szerintem olvasva a műveit nem csak róla tanulhatunk, hanem tőle is tanulhatunk, és ez nagyon fontos szerintem. A magyar nyelv és irodalom tantervek az átlagosnál nagyobb szabadságot adnak a tanárnak. Tehát nekünk nem a kőszívű ember fiait kell megtanítanunk 8., hanem a regényt. Egy vagy két regényt. És akkor az a tanár, aki látja, hogy a diákjai az első 5 oldal után azt érzik, mert szorványban, mert mondjuk esetleg családban, picit szegényesebb nyelvi környezetben nőttek föl, hogy ők ezzel nem tudnak megküzdeni, akkor ő választhatja, és választják nagyon sokan az Abigailt, választhat kortársregényt, választhat bármit. Hát én azt hiszem, hogy ez egy picit talán mesterségesen földuzzasztott kérdés. Nem az az alapvető kérdése, hogy most az irodalomtanításnak kortárs művek milyen arányban, klasszikus művek milyen arányban, hanem az, hogy a gyerekhez eljusson, élménye jusson hozzá, valamiféle kérdésfölvetése eljusson hozzá. 3 év múlva mondja azt, hogy ő de szeret. És akkor rendben van, én azt hiszem.
Nemes Nagy Ágnes mondja ugye a költészetről, irodalomról, hogy szavakat úgy küldözgetünk egymásnak, mint a kertészetek a tulipán hagymát, hogy nálam tulipán volt, nálad tulipán lesz, és útközben hagyma. Tehát jó szövegválasztással, igen, azt kell elérnünk, hogy ne hagyma maradjon, hanem tulipán legyen belőle. Tehát van egy olyan egyetemes magyar kultúra, amelynek azért valahol az alapvető értékei mégiscsak közkincsként ott kellene, hogy legyenek mindenki számára elérhető módon, aki egy középiskolát elvégez. Tehát igen, kortárs műveket is föltétlenül, de valahogy ne a felcserélés értelmében. Időnként olvasunk olyan szakmai véleményeket, főként milyen informális fórumokon hangzanak el ilyen vélemények, hogy a gyerekek mennyire jobb kedvel készülnének az érettségére, ha kortárs irodalomból kellene készülniük. Én abban nem hiszek, hogyha mondjuk Pilinszkit, vagy mondjak akár egy Vörös Martit, lecseréljük Parti Nagy Lajosra, hogyha Mixátot lecseréljük hip-hop, ezt egy tolvonással meg lehet különben tenni, lecseréljük mondjuk Eszterházi Péterre, akkor azok a gyerekek, akik nem olvasnak jókedvel, hirtelen megjött az egyetemes gyógymód, és szenvedélyes olvasókká válnak. Annál is inkább, hogy a kortárs irodalmat néha bizony még nehezebb olvasni, ezt is tegyük hozzá, és a kortárs irodalom olvasásához nagyon gyakran a hagyomány nyit utat. A kultuszkutatás, amely egy 20-30 éves tudomány tulajdonképpen, és azt kutatja, hogy az írónak, a költőnek, illetve magának a műnek milyen kötődései vannak bizonyos lokális helyekhez, bizonyos gondolatok megszületéséhez, és azt hiszem, hogy ez az egyik lehetősége az élményközpontúságnak. De a legeslegfontosabb persze a szöveggel való találkozás. Hogyan találkozhat a diák a szöveggel? Úgy, hogyha hagyjuk, hogy dolgozzon, hogy játszon, az, hogy szétszedje a szöveget, hogy újra összerakja. Az említett Kaff, vagyis Kovács András Ferenc ezért kiváló alany számomra, már mint a művei. Nagyon szeretem tanítani a Berzsenyi ódákokat például, amikor a forra világ bústengere és a romlásnak indult hajdanerős magyar kezdősorú ódákat írta át halandzsa nyelvre, de ebből a halandzsa nyelvből tökéletesen kikerekedik a mai Magyarország, illetve a mai magyar gondolkodás. Vagy a jövő héten Parti Nagy Lajossal fogok valahogy Győrben beszélgetni, neki is ez a mániája, hogy más-más alteregókban megélni saját magát, mint Kaff, Lazári René Sándorban, úgy a Parti Nagy Sárbogárdi Jolánban. De ezt miért nem csinálhatja meg a gyerek? Nemrégen érettségizett egy osztályom Szombathelyen, és ilyesmiket csináltattam velük. Tehát, hogy képzelje bele magát abba, hogy ő most Sárbogárdi Jolán, vagy ő most XY, vagy ő most YZ, tehát egy 19. századi költő, és írjon abban a stílusban verset. El voltam ájulva, amikor 9. osztályos gyerekek közül egy 35 fős osztályban heten írtak szonetkoszorút. Heten írtak szonetkoszorút, ami önmagában egy költői bravúr. Jó, ezeknek nem volt nyilván olyan magas költői értéke, de hogy formailag meg tudták csinálni, azt nagy dolognak tartom. Tehát az élményközpontúság, a kreativitás, a gondolkodni hagyás, az nagyon fontos, hogy a tanár, illetve a felnőtt hagyja a gyereket, ne akarja ráerőszakolni a saját eszmét. Azokból egy kicsit persze, meg kell mutatni őket, de hagyni kell, hogy kiforja magát, és ő jöjjön rá, hogy hogyan látja a világot. És ehhez az kell, hogy alkosson, hogy alkotó módon vesse bele magát az irodalomba. Én egyel visszalépnék a középiskola előttre, hogy mennyire gyakorolják bele magukat az olvasásba ma a kicsik, egész kicsikortól, mert akkor tudnak jól irodalmat olvasni, ha már rutinosak magában az olvasás gyakorlásában. És sokszor ez a probléma, hogy nem tanulnak meg elég jól olvasni, emiatt értelmezési nehézségeik vannak, és úgy nehéz irodalomat olvasni, hogy a szöveget magát nehezen érted. És szerintem nagy részt emiatt is van az eltávolodás az irodalomtól. A másik kérdés meg az, hogy a
az iskolában olvasott szövegek mennyire tudnak közel kerülni a mai gyerekekhez. Persze klasszikus irodalmat olvasni kell, meg kell ismerni, de jó lenne, hogyha ehhez minél több olyan szöveget is tudnánk választani, vagy ajánlani a gyerekeknek, ami a mai életükhöz kapcsolódik, ami kicsit közvetlenül megszólítja őket egyelőre, és onnan fokozatosan távolodni egy elvontabb irodalmi nyelvhez. Mostanában nekifogtam olyan köteteket olvasni, amiket más nyelvről fordítottak le, és nekem ezek eléggé tetszettek. Tudsz-e példákat mondani? Harry Potter, az Olimposz hősei. Van a tanításnak az az aspektusa, amit úgy nevezünk egyre inkább, hogy rendhagyó irodalomóra. Ez Magyarországon is, Erdélyben is egyre elterjedtebb, és a lényege az, hogy élő szerzőkkel találkozzanak a diákok. Több szempontból is fontos ez. Egyrészt ne felejtsük el azt sem, néha el szoktuk felejteni, az irodalom az művészet. Tehát úgy, ahogy a festészet, a rajzórán a gyerekek rajzolnak, a zeneórán énekelnek, egyáltalán nem elrugaszkodott elvárás az, hogy az irodalom órán írjanak a gyerekek. Ezt olyan óvatosan néha fogalmazásnak nevezik. Nyilván szoktak írni a gyerekek irodalom órán, hál' Istennek. És ahhoz, hogy mondjuk ez az oldala az irodalomoktatásnak előtérbe kerüljön, ahhoz jól jön, hogyha vannak ilyen figurák, ilyen minták, élő emberek, akik ezt csinálják nap, mint nap, és olyan tapasztalataik vannak az alkotással kapcsolatban, ami vonzó lehet, élményszerű lehet a diákoknak. Hát én azért szeretek olvasni, mert amikor olvasok, akkor úgy egy más világba kerülök, hogy el tudom képzelni, hogy mi történik ott. Az a véleményem, hogy ez az olvasás óra azért fontos, hogy bővüljön a szókincsünk, meg az, hogy helyesen beszéljünk, meg az olvasás számomra azért élvezett, mert úgy bele tudom élni magam a szerepbe, főleg, hogyha ilyen, hogy így valaki leírja így, mintha így naplóját olvasnád. Azok nekem a kedvem. A magyar órákat mindig is szerettem, mert az irodalom az úgy közel állt hozzám, és szerettem is olvasni, szeretek, bár nem jut annyi idő mostanában rá, mint azt úgy akarnám. Én, amit legfőképpen hiányoltam a magyar órákból, ezt próbálta pótolni a tanárnőnk, az OSINT, de az iskolarendszer miatt az, hogy kicsit, mintha fakó lenne, olyan szempontból, hogy nem mutat be egy nagyon-nagyon színes palettát. Eléggé le van korlátozva, én, ahogy veszem észre, csak a magyar írókra, szerzőkre, és nincsen egy olyan szemléletmód megengedve, hogy mondjuk világirodalmi szinten összekapcsoljuk a kortárs írókat, vagy a korokat, esetleg műveket, párhuzamot vonjunk, hogy bizonyos azonos időben élt alkotók, művészek hogyan inspirált lódtak egymás munkájából, illetve hogyan követték nyomon egymást. Ez talán az, amit hiányolok. Úgy megyek be, hogy talpra magyar, és akkor nem tudnak mit kezdeni ezzel, és mondom, kapcsoljátok be a Petőfi Rádiót, mondjuk első-második, tehát 10 óra előtt van az órám. Bekapcsoljuk a Petőfi Rádiót, és 5 percenként bemondják, hogy most a Talpra Magyar című műsort halljuk. Mert van egy ilyen műsor, sőt az egész Petőfi Rádiónak, az összes műsorának Petőfi vers idézet a címe, vagy azonos cím, vagy sor, hogy minek nevezzelek például. Egész úton hazafelé, ez a délutáni műsor. És akkor a gyereknek eddig lehet, hogy észre se vette, de leesik valami, hogy a költő nem teljesen hülye, és hogy lehet, hogy a mai ember is fel tud abból használni valamit, ami ő írt. És utána elmesélem nekik, a gyerekek, ismeritek a ti az első magyar vámpír verset? Nézd, vámpír. Na, de most ugye olyat kért, hogy olyat mondjak, amire elmesélem
azt, hogy de hát tudjátok, hogy kezdődik, hogy még nyílnak a völgyben a kerti, ismeritek ezt? És akkor behúzom őket a csőbe, és elkezdik mondani, hogy még nyílnak a völgy. Na mondom, látod, hát ott van a végén, hogy feljövök érte a síri világból az ég közepén, és oda leviszem. Azt mondom, ez az első magyar vámpírvers. Ezzel már a többséget sikerült meggyőzni, hogy itt most valami olyan következik, amire érdemes odafigyelni természetesen, tehát humor nélkül nincs irodalomtanítás, ez kétségtelen. Karót nyelt irodalomtanáraktól, ments meg uram minket, tisztelet a kivételnek, senkit nem akarnék megbántani, de nem lehet humor nélkül, egyáltalán semmit se lehet humor nélkül tanítani, csinálni se, tehát értelmes emberi munkát. Nem lehet élni humor nélkül, mert hogy az ember akkor belesavanyodik a saját életébe. Az irodalom viszont segíthet abban. Annak ellenére, hogy az irodalom 90% az rosszról, gyászról, elmúlásról, betegségről szól, de mégis ez a titka talán, én legalábbis úgy látom, hogy annak ellenére, amiről beszél, amiről lényegében valójában szól, az az emberi létezésnek olyan gazdagsága, amely mással nem közelíthető meg. Minden művészet ilyen, a festészet, a zene, stb. De nem tudunk festeni, csak az emberiség töredéke. Zenét szerezni még kisebb töredéke. Szobrot faragni is nagyon kicsi töredéke tud, de a nyelv mindannyiunknak birtokában van. Tehát mindannyiunk, az a csoda az irodalomban, hogy mindannyiunknak birtokában van az az eszköz, amelyen a költészet létrehozható.